Kultúrtáj. A Magyar Hang kulturális műsora Ficsor Benedekkel és Fekerle Szabolccsal. Ez a Kultúrtáj. A Magyar Hang kulturális és kultúrpolitikai podcast műsora Ficsor Benedekkel és Fekerle Szabolccsal. Mai vendégünk pedig Kerékgyártó István író. Szeretettel köszöntjük, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. És mielőtt elkezdenénk a beszélgetést, engedjék meg, hogy szokásunkhoz híven felhívjunk a figyelmet arra, hogy a Magyar Hang szinte kizárólag az olvasók, nézők, hallgatók támogatásának köszönhetően működik. Éppen ezért kérjük, hogyha tehetik, fizessenek elő heti lapunkra, támogassanak bennünket, kövessenek bennünket a Facebookon, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, ahol ezen a műsoron kívül számos más műsorinkat is megtekinthetik. Köszönjük előre is. Most pedig mai vendégünkhöz fordulok, Kerékgyártó István. Sok mindenről szeretnénk beszélni, korábbi könyvekről, kultúrpolitikáról, a magyar kultúra helyzetéről általában, de talán kezdjük a Skorpió című darabjával, amit tavaly decemberben mutattak be, és nem csak ebből a szempontból aktuális, hanem talán mondhatjuk úgy, hogy a legtöbb művében valamilyen módon rezonál a közéletre, és hát ebben is. Itt elsősorban egy gazdag vállalkozó életébe, és ezen keresztül a magyar gazdasági élet működésében nyerhetünk betekintést. Szerepet kap a darabban a mai helyzet is, tehát a NER gazdasági elitjének a működése. Hogy gondolja, hogy ez jó irodalmi alapanyag? Tehát nem látjuk, vagy nem szembesülünk épp eleget ezzel ezekkel a dolgokkal, az újságokat olvasva, rádiót, tévét hallgatva, nézve? Ez mindig nagy kérdés volt, hogy ha máról lehet-e kell leírni. Én íróbarátaimmal is sokszor beszélgettem erről. Van egy olyan felfogás, ami szerint főleg nagy prózát, ahhoz hagyjunk néhány évtizedet, vagy talán még többet. Színdaraboknál már megengedőbbek, hogy bátrabban lehet reagálni az éppen jelenre. Én meg azt mondom, hogy miért ne lehetne, hát ha megnézzük az irodalmat, akkor Flaubert, az első modern regényíró, a Bavári néven vagy. Tehát minden második műve egy történelmi mű volt, és minden második pedig a jelenkorában játszódott. De lehetne sorolni a világirodalmat, Dostoyevskytől, akár a színdarabíról Shakespeare-ig vagy Molière-ig, aki bizony írtak a jelenkorukról. De én úgy gondolom, hogy mindenki maga válassza meg ezt a témát. Van olyan ismerősöm, aki a 20. század közepének nagy traumáiról ír legszívesebben, főleg a 20. századról. A 21. századot nagyon kevesen érintik, ugyanakkor vannak, akik bizony mernek, akarnak, vagy szeretnek erről írni. Az én nagy élményem, ugye én nem írónak készültem, én 48 évesen kezdtem el írni. Tehát volt egy életem, amikor jogot, majd filozófia szakot végeztem, egyetemen tanítottam a pécsi jogon, meg közgazdaságén. Filozófia történetet, Wittgensteinnel foglalkoztam, tehát volt egy 10 év, amikor az érték számomra a tudás, meg a tudomány volt, a rendszerváltás pillanatában egy barátom azt mondta, vegyem elő a jogászdiplomámat, és egy privatizációs tanácsadó céget, az ország egyik első ilyen cégét csináltuk meg. Amikor aztán nagyon durván láttam a rendszerváltás utáni privatizációt, gazdagodásokat, tehát szörnyű és izgalmas dolgokat láttam. Itt a pénz lett az érték, és utána egy volt tanítványom szólt, hogy a médiahatóság, az Országos Rádiós Televízió testületnek hívták, akkor egy főigazgatót keres, ezt politikusok irányították államtitkári rangban, minden parlamenti párt küldött egy delegátust, és volt egy főigazgató, kvázi jegyző, ami az önkormányzatnál, aki a szakmai részt irányította, ezt megpályáztam, azt hiszem tizenvalány pályázó volt, és megkaptam. Valószínű azért, mert minden pártnak megvolt a maga jelöltje, én pedig senki nem voltam, és így futottam be ebbe a versenybe, amit csináltam aztán 2 évig, ahol viszont a hatalom színfalai mögé láttam, beláttam parlamenti üléseken, bizottsági üléseken, láttam, hogyan nyomulnak a pártok, hogyan próbálnak befolyást szerezni, vagy nyomást gyakorolni ér rám is, mint főigazgatóra bizonyos döntéseknél. Volt egy nagyon csúnya eset ez a,
ez a, amikor az RTL megnyerte a frekvenciát, mert a Balóék frekvenciáját nem akarták, és akkor a testület arra kötelezett volna le engem, mint szakmai vezetőt, hogy egy pert indítsak a veszett fejszek. Volt már ez az egész ügy, akkor én azt mondtam, hogy ha ezt megszavazzák, akkor én lemondok, mert tehát amiket kértek tőlem, ezt nem tudom végrehajtani. És akkor le is mondtam, és akkor kezdtem el írni, pedig a hatalom volt az érték abban a világban. És utána azt mondtam, akkor voltak régről íróbarátaim, akikkel összejártunk, én voltam a művelt olvasó az írók között, és én mondtam, hogy írni fogok, mire nagyon megért mindenki, hogy jobb lenne, hogyha továbbra is olvasnék, mert tehát elég volt ott nyilván abból, hogy valaki kívülről elkezd írni, és akkor kínos szövegeket ad nekünk, amely kínos szövegeket el kell olvasnunk, és meg kell mondani, hogy bizony ez rossz. Egyébként az elsőknél a Partány Lajos azt mondta, hogy Misti azt mondja, inkább írjál naplót. Tehát valóban volt ilyen, de végül is megírtam azt a regényt, ami megjelent a Magvető kiadónál vagyon regény címmel. Tehát a az, hogy én annyi mindent láttam, annyi oldalról, de mégis a fő élmény az a rendszerváltás volt. A rendszerváltásban meggazdagodottak, elszegényedettek, nagyon különböző módon hatott az emberekre, és ez olyan erős élmény volt, hogy azóta is bármikor írok, majdnem mindig ez a tőkesúly. Egy pont egy kicsit hosszan válaszoltam a kérdésre, de a lényeg az, hogy nekem a fő élményem ez volt, és erről szeretek élni, illetve úgy érzem, hogy valamilyen módon tulajdonképpen hülyén az ide, köteles is vagyok erről, mert kevesen láttak bele azokba a dolgokba, amikbe főleg az írók közül, amiben én beleláttam, tehát meg kell próbálni ezt valamilyen módon megmutatni a világban. És a rendszerváltás értelmezése az változott regényről regényre? Hát az a nagyon erős élmény, amit akkor átélt, az változatlanul megmaradt, vagy önben is azért alakult ennek a képe? Igazából annyit nem változott, mint gondolnánk, mert én akkor láttam már, hogy vannak itt szörnyű bűncselekmények, szörnyű tönkremenések és emberi torzulások, ezt pontosan láttam, ez az egyik. Ami viszont fontos, hogy azt mondom, hogy nehéz lett volna sokkal jobban. És ez hiába, rengeteg kötet jelent meg erről, épp a múltkor a Mihály Péterrel beszélgettünk erről, aki erről a könyvet is írt és írt hozzá, és ezzel én egyetértek teljesen a Péterrel saját tapasztalataimból, hogy volt itt egy állami vagyon tömeg, ami úgy jött létre, hogy 48-ban beívtak néhány megbízható kommunistát, és azt mondták, hogy emberek, tiétek a gyár, te vagy a munkásigazgató, és egyik pillanatról a másikra államosítják ezeket a nagyon komoly magánvagyonokat. Ha úgy tetszik, azt mondják, hogy a úszkáló halakat vág le, csinálj belőle egy halászlét. Majd pedig most azt mondja Antal, 89-90-ben, hogy itt a halászlét, csináljátok belőle úszkáló halakat. Most ez nem egy egyszerű, tulajdonképpen lehetetlen feladat. Lehetetlen ezt úgy végrehajtani, hogy mindenki elégedett legyen. A volt tulajdonosok, a munkások, azok, akik megkapják, azok nagy részt elégedettek lehetnek, de ők vannak a legkisebb létszáma. Na most megnéztem én az egyik könyvnem, miért a rendszer vált, Tónál, nem a szeretett gazdámnál megnéztem, hogy történt ez a szocialista országokban, volt szocialista országokban, Csehszlovákiában, Lengyelországban, Bulgáriában, Romániában, és tulajdonképpen próbálkoztak kuponos rendszer, tulajdonossá tesszük a dolgozóinkat, reprivatizáció, visszakapják a régi tulajdonosok, beengedjük a külföldieket, tehát mindenféle próbálkozás volt. Végül mindegyik oda vezetett, hogy lett egy helyi tőkés réteg, egy szűk réteg, és lett egy külföldi tőkés réteg. Szinte bárhogyan indultak, hogyan oda jutottak, nálunk kimaradt ez a kuponos rendszer, hanem Antal azt is látta, én bevallom, akkor nem nagyon kedveltem Antalt. Tehát nagyon sok gondom volt vele, mint liberálisnak, vagy inkább a liberálisan gondolkodónak, azzal a nemzeti érzelmi liberalizmussal, de utólag belátom, hogy talán az egyik utolsó magyar politikus volt, akit az ETOSZ vezetett, akiben volt egy erkölcsi tartás, és nem is jó szó a tartás, hanem az ETOSZ mindenképpen ott volt a hatalom megragadása és megtartása mellett. Antalnak meg kellett oldani ezt az egész privatizációs ügyet, és lett volna az egyik megoldás, hogy ráengedjük, akinek több pénze van, vegye meg.
Ebből az következett volna, hogy csak külföldi tőkés lett volna, mert nem volt Magyarországon ilyen pénz, honnan lett volna. A másik lehetőség, hogy mindenki kap egy kicsit, ez a kuponos, aminek aztán mindenhol az történt, az lett a vége, hogy elkezdték ügyesebb emberek fölvásárolni ezeket, és ugyanoda jutottak, egy-két évet elvesztegetve. Ehelyett azt csinálta, most én Antalnak hívom, de az Antal kormány nyilván nem Antal, hanem a pénzügyi vezetői találták ezt ki, hogy legyenek olyan intézmények, amelyek segítik a különböző magyar rétegeket a vagyonhoz jutásért. Egyik volt az MBO, a Management Buyout, ahol azt mondta, hogy a cégek vezetői, a jó mérnökök, a jó szakemberek alakítsanak egy társaságot, és kapjanak kedvezményeket a cég kivásárlásánál, hiszen ő értenek a céghez, ők tudják irányítani. A másik volt az MRP, a Munkavállalási Részvételi Program, ami egy kicsit kuponoshoz hasonlít, de azért annál egy fokkal magasabb, ahol dolgozók összeállhattak, és kaptak a részvényekből bizonyos részvénypakettet, de ők már közösen, és beszállattak egy cég megvásárlásában. Volt, ahol 30% menedzsment volt, 40-50% munkavállalói részvételi programos tulajdon volt. Volt egy 20% külföldi befektető, aki szakmai befektető, aki hozott piacokat meg szaktudást, meg mondjuk volt 20% intézményes befektető, aki a pénzét tette ebbe a buliba. Tehát ezek nagyon érdekes, és egy intellektuális játéknak is jó volt, amit mi akkor, mint tanácsadók csináltuk, megtanultuk, hogy ez hogy működik a világban, és ezeket az állami vállalatokat alakítottuk át először részvénytársasággá, ami vagy korlátor felelősségi társasággá, amit aztán utána el lehetett adni, csináltunk úgynevezett feasibility study-kat, tehát ilyen megvalósíthatósági tanulmányokat, hogy néz ki. Tehát nagyon érdekes játék, hát úgy értem, hogy a munka, amikor jó, akkor a szinte játék jellegű munka. Tehát nagyon sok céget adtunk így el, ami jó sikerült. Nem akarok konkrét, de meg olyan is, ami nem sikerült, mert kiderült, a cukoriparban bent voltunk, akkor láttuk, hogy itt van tizenvalány cukorjár. Láttuk, hogy ugyanennyi répatermelésre és cukor felhasználásra Burgenlandban van két gyár, ami ezt megoldja, tehát lehetett látni, hogy ezeket be fogják zárni, lesz egy-két cukorgyár, ami kielégíti a magyar igényeket. Ezt leírtuk a vagyonügynökségnek. Tudom, hogy egy tanulmány készítettünk, hogy vigyázzatok, ez ellenséges kivásárlás, ami annyit jelent, hogy megveszik, és piacot vesznek ezzel, és bezárják. Nem akarták, vagy lefizették valószínű azt az ügyintézőt, aki ezzel foglalkozott. Lényeg az, hogy Magyarországon egy cukorgyár van Kaposváron, ami az Agránál. Akkor jött a Begáncé, a Tételány, az Agrán, nagy cégek jöttek a világból, de lehetett már látni, hogy mi történik. Tehát történt ilyen is, hogy elvesztették Mátraházasarkat, egy csomó város elvesztették a cukorgyáraikat, a Kaposvár ellátja nagyjából azt, amit meg nem, azt meg behozza az Agrán, osztrák. Gyáraiból, tehát ezzel lehetett látni, ugyanakkor még nagyon sok sikeres privatizáció is történt, amik működtek. Ugyanakkor meg volt egy olyan is, amikor szerencselovagok hatalommal, kapcsolattal, pénzzel megvettek cégeket, és tönkrementek. Más dolog megszerezni valamit, más dolog működtetni. Tehát végül is én azt mondom, hogy többé-kevésbé sikeres volt ez, eredményét tekintve létrejött egy magyar tulajdonosi réteg, ami akkor még szélesebb volt, mint ami mára vált. Bocsánat, Ticány, te egy irodalmi, vagy kultúráról van szó, és közben talán túlságosan belementem ebbe, de ezért ezek fontosak. Még egy gazdasághoz kapcsolódó kérdés. Gyorsan ezt felteszem. Csak ezzel kapcsolatban, hogy ugye itt elég sok vagyonelem, meg a gazdaság egyes területei kerültek külföldi kézbe. Ugye azt mondja, hogy ez elkerülhetetlen volt abban a helyzetben. Ugyanakkor most, mintha lenne egy olyan törekvés a kormány részéről, ami ezt bizonyos területeken megpróbálja visszacsinálni, tehát akár a távközlés területén, vagy a, hát az ilyen külföldi boltláncok vegzálása is ez irányba mutat. Visszacsinálható ez? Tehát elképzelhető az, hogy itt valami... Természetesen minden egy ilyen jogalkotásra, mint amit ma látunk, hogy bármilyen jogszabályt áttolnak egy éjszaka alatt, minden lehet, az is lehet, hogy beívják meg a munkásigazgatókat, és azt mondják, hogy tiétek a gyár, tehát korlátlan, ugyanakkor ennek nincs iránya az én számomra. Illetve van egy iránya, az iránya az, hogy néha államosítunk, hogy majd a sajátjainknak odaadjuk. Tehát sajnos ez egy szörnyű folyamatnak látom, mert nem tudjuk, hogy mi a célja az államosítással,
Nem tudjuk, mi a célja, amikor magánszemélytől az állam vásárol, az sem, amikor eladja, de valószínű, hogy itt áll egy olyan nagyon éhes kliens réteg az Orbán kormány mögött, akiket etetni kell, és ha nem jön a pénz az unióból, akkor azzal etethetem, hogy egy állami jószágot eladok neki jó pénzen, ha meg nincs elég állami jószág, akkor megveszem valakitől, valakiktől, külfölditől, magyartól, elüldözöm azt a magyar, tudunk ilyen példákat is, kiüldözöm a műtrágya gyárából, ha tudom, és mondjuk megveszi az állam, majd pedig megveszik az ő kliensei. Tehát ezek az irányok, én úgy érzem, hogy nem a gazdasági irrationalitás mentén mozognak, hanem a klientúra érdekében mozognak. De mondom, meg lehet mindent csinálni, mert a jogalkotásban olyan rendszer, szabályokat alakítottak ki, és ezzel a kétharmaddal bármit meg lehet tenni. És egy pillanatra visszatérve a Skorpió című darabhoz, hogy ott a főhős, az idősebb vállalkozó, ugye a késő kádárkor, vagy a rendszerváltás időszakának terméke végső soron, saját maga építette fel a birodalmat, ellentétben a két fiával, akik ugye ezt hát nem mindig finom eszközökkel megpróbálják átvenni tőle. Ők viszont már nagyon NER kompatibilis figurák, hogy ezt értelmezhetjük társadalmi, vagy ilyen gazdasági, politikai szinten is, hogy akkor mondjuk van az a, mondjuk a Tiborcz István féle generáció, akik akkor majd megpróbálják átvenni azoktól, akik kikaparták? Lehet egy ilyen értelmezése is? Igen, feltétlenül lehet. Épp a Kéri László politológus látta ezt, és a Kéri mondja nekem, hogy először jelenik meg ezt tulajdonképpen úgy tűzik az irodalomban is ez a, de még a tudományiségen foglalkozott ezzel, ez a rendszerváltás, ugyanis itt a főhős, akit Mészáros Máté szerintem egészen zseniálisan alakít, tehát egész elképesztő, amit a Máté ebben a szerepben, igaz, hogy a darab nagy része ő rá íródott, tehát ő az, aki szinte folyamatosan színpadon van, és meghatározza a cselekmény irányait. Tehát ez a figura, én sok ilyennel találkoztam, ezek azok a mérnökök, főleg munkáskáderek, főleg első generációs értelmiségiek, akik a 80-as években tanulnak, a 70-es években, 80-as években megcsinálják magukat egy-egy állami vállalatnál, tőlük működik a igazán jól a cég. Hát hány ilyet láttunk, ezek a szocialista minta, vagy állami gazdaságok, vagy ipari üzemek, ahol volt egy zseniális figura, aki ezeket azért megcsinálja, és Kádár hagyja is. Nagyobb lehetőséget ad ezeknek a külföldi kapcsolatokban. Na most egy ilyen figura, aki a privatizációnál mindjárt megveszi magának a céget, amiben mindjárt van egy furcsa konfliktus, hogy a volt munkatársainak ő most nem csak főnöke, hanem tulajdonosa is lesz. Én láttam, én voltam ilyen helyzetben, nekem is volt cégem, és amikor odaállni emberek elé, akik néznek rá, hogy még nemrég szomszéd szobában hát, és most pedig mi az, hogy te vagy a tulajdonos? Mi? Tehát ez egy nagyon fura érzelmi viszony is. Ő ezt ezek általában, akik ezt jól megoldották, elég vastag bőr volt a képükön, elég határozottak voltak, tehát nem kellemes figurák, akik egy ilyen nagyon autokratikus, nagyon kemény kézzel megfogják, megcsinálják a cégüket, és úgy gondolják, hogy a cég az általuk létezik, ő rajtuk kívül nem tud. És van ám ebben igazság, mert olvastam egy statisztikát, hogy 5 ilyen cégből a generációváltás után 4 tönkre megy, 5-ből 1 marad meg. Tehát valószínű, abban van valami, hogy ezek a figurák tudják, hogy hogyan kell működtetni, remekül megvannak a kapcsolataik, pontosan ismerik az embereiket, tehát jól tudják vezetni. Ugyanakkor történt itt valami Magyarországon, ma már nem a szaktudása fontos, nem a külföldi piacokkal való kapcsolat, nem a innováció, hanem az a fontos, hogy azzal a szűk új hatalmi generációval jó-e a kapcsolatom. Ha jó a kapcsolatom, akkor van megbízás. Ha nem is olyan jól teljesítek, de majd megoldjuk, igazából olyan szinten értékelődtek föl a kapcsolatok, ami szinte ilyen feudális viszonyokra utal. A kapitalizmus lényege a verseny. Itt pedig nincs már verseny,
hanem az van, hogy ha bent vagy a brancson belül vagy, akkor megkapod a munkát, ha nem olyan jól végzed el, lásd most vasút biztonsági berendezéseknél, akkor majd egy kicsit csúszik, meg kis kötbért fizetsz, de majd megoldjuk másképp, majd kapsz egy olyan megbízást, amiből a kötbért ki tudod fizetni. Tehát az egész egy ilyen nyúlós, nyákos valami, és ezek a fiúk, a darab, ők ezt tudják, az apa nem is igen érti, hogy hogy lehet az, hogy egy vacak pályázattal, vagy egy vacak cég nyeri, ő a fővállalkozó, és mi leszünk az alvállalkozói. Számtalan ilyet látunk, hogy olyan alakult cég a fővállalkozó, és bevonja a nagy rutinos cégeket. Tehát itt ezt a kapitalizmus nélküli furcsa helyzetet képviselik a fiúk, és az apa ezt nem nagyon érti, és amikor átverik az apát, hogy adja át a cégét, egy kicsit az is benne van, hogy nem is akarja már ezt csinálja. Tudja ő, nem tudja, nem is akarja, és mondja is egyszerű, fiúk, én jobb vagyok nálatok. Én harcoltam, ha kellett, szemét is voltam, kegyetlen voltam azokba a harcokba, de mégis harc volt az. Ti pedig már nem harcoltok, hanem valami nyúlós anyagot kenegettek itt egymásra, meg erre az egész országra. Tehát azért ez mindenképpen benne van, és amúgy én sokat gondolkodok ezen, hogy ez a második generáció. Milyen viszonya lehet vajon a Tiborcz Istvánnak a családi vállalkozás vezetőjének a baráti vállalkozás vezetőjével, a Mészárosnak a gyerekeivel? Tehát vajon ezek találkoznak, beszélgetnek, készülnek valamire, utálják egymást? Ugye el fog tűnni a Mészáros meg az Orbán, és itt vannak ezek a vagyonok, ami most Orbán vagyon, mi így, hát nevezhetjük így Orbán vagyon, de egyik a családi, a másik, erről egy királydrámát lehetne érni, a másik pedig ezek a Mészáros gyerekek, akik nyilván már edukáltak, nyilván már másképpen tekintenek el a vagyonra, de mindenképpen sajátjukként tekintenek. Ahogy a Tiborcz is sajátjaként, vagy talán a Tiborcz sajátjaként tekint a Mészáros vagyonra, nem tudom. Tehát ezek érdekes kérdések, és ebből lesznek még itt különös események. Nem tudom, hogy miféle megegyezések vannak-e már közöttük, de nem tudom, hogy önök gondoltak-e erre, de ez engem jó pár éve izgat. Mm-hmm. És egy kicsit előtanulmány volt ez a darab. Igen, jó dráma alapanyagnak. És hogyha mondjuk a verseny végleg eltűnik a magyar gazdasági életből, nyilván teljes mértékben azért nem írható ki, de hogy akkor, és mondjuk az uniós pénz, bár most azt látjuk, hogy elkezdett csordogálni, de nem olyan ütemben jön, akkor az egyetlen megoldás ez a sokat emlegetett keleti nyitás, hogy legyen valahonnan forrás, mert egy idő után nem lehet már mit államosítani és továbbosztani. Hát én is sokat gondolkodok. Igen, valószínű, csak hogy az a keleti nyitás, az sokkal drágább hitelekkel működik. A kínaiak nem arról híresek, hogy altruista módon szeretnék, ha az illető ország tehát egyre magasabbra jutne. Tehát valami egészen szörnyű világ vár ránk. Nekem az is már egy sok volt, amikor egy irodalmi, most már kétszer is voltam Szerbiában ilyen magyar irodalmi programokon, és végigmentem azonkon a falvakon, bementem a boltokon. Tehát valami olyat éreztem, mint 20 éve Magyarországon. Az a Jugoszlávia, ami az én fiatal koromban nekünk már a nyugat volt, ahogy Pécsről átmentünk Eszékre. Most pedig a lerohadásnak a nem csak jelei, hanem nagyon szomorú módon látni ezeket az ellátásban, az emberek ruháiban, a gépkocsi állományban, a kocsmákban, a hangulatban. Tehát azt hiszem, hogy mivel itt nem egy hirtelen traumával történik ez a leépülés, hanem az a híres békással, ugye, amikor a békákat melegítik, és nem veszik észre, hogy lassan megfőnek. Tehát mi így haladunk ebbe az irányba, most azt veszük észre, hogy nagyobbak a várólisták a kórházakba, aztán nekem naponta elmegy az internetem, nem tudom milyen okból, percekre, később órákra, aztán azt látjuk, hogy egyre kevésbé tudunk már tankolni. Olyan drága, azt látjuk, hogy nem mehetnek már Erasmusra a gyerekeink, azt látjuk, tehát egyszerűen ez a folyamatos rosszabbodása az ország minden területén, mind a kultúrában, mind a gazdaságban, mindenhol ezt észleljük, de szép lassan, fokozatosan, és belesüppedünk egyfajta passzivitással, egyfajta megadással, úgyse tudunk ezen változtatni. Tehát ez egy nagyon szomorú leépülési folyamat, aminek már nagyon benne vagyunk a,
a sűrűjében. Arról mi gondol, hogy egy interjújában beszélt arról, hogy a rendszerváltás az öngenerációjának egy nagyon nagy élmény volt, tehát amikor kinyílt minden, igen, amikor nagy remények támadtak. Most pedig tartunk, ahol tartunk, ez amit, igen, az előbb mondott, illetve most már egy ideje beszélünk erről. Miért történhetett az, hogy Szerbián kívül éppen nálunk haladnak végsősorban erre felé a dolgok? Igaz, látjuk, hogy most Szlovákiában Ficóval szintén, tehát van erre igény máshol is, úgy tűnik, de hát azért olyan messzire, olyan szintig nem jutott el a környékünkön senki, mint mi. Miben vagyunk mi mások a környező országokhoz képest, hogy pont itt történjen? Most már hirtelen, tehát ezek ugye prompt válaszok, de itt ugye két dolgot látnék erre. Egyik az, hogy nálunk a rendszerváltás nem volt, tehát nem vívtuk ki magunknak. Ha lett volna egy választás 88-ba, 87-ben, valószínű, és Kádár még nem épül le szemileg, valószínű az ország jelentős része Kádárt megválasztotta volna. Tehát nem volt egy ilyen elementális, mint ahogy a lengyeleknél azért voltak mozgolódások, románokról nem is beszélve, tehát ők valamilyen módon a saját szabadságukért harcoltak, várták és kivívták. Mi egyszerűen megkaptuk ezt, azt vártuk, hogy akkor úgy fogunk élni, mint Burgenlandban élnek. Pár év múlva kiderült, hogy nincs így, tehát a csalódás nagyobb, mert nem küzdöttünk, meg nem akartuk. Másrészt pedig Orbánék elképesztő, nem tudom, nem szívesen nevezem ezsenlétásnak, mert azért a gondosságban vagy a rossz irányba menő, de valami olyan fajta tervezési széltudatosság, amit mi ellenzék nem láttunk. Tehát nevettünk, legyítettük, hogy hülyék ezek, és kiderült, hogy ezek apró kis puzzle kockái egy képnek, amit ők fokozatosan raktak ki. És most a kultúrában is erre jöttem rá, ennek kapcsán mondhatom a kultúrában, hogy én még néhány hónapja is azt mondtam interjúkban, hogy nincs ezeknek kultúrpolitikájuk. Nem tudják, hogy mit akarnak. Akik melléjük ülnek a tribünökre, akik, ugye bemegy ez a szerencsétlen Nagy Ferói tévéstúdióba, és elmondja, hogy ő Fidesz csicska, és ő mindent. És akkor azt mondják, hogy jó van, a születésnapodra köszöntünk, és gratulálunk neki. Na most, és ezen nevettünk, és úgy voltunk vele, hogy milyen hülyék ezek, hogy ilyen figurákkal nincs kit kultúrpolitika, aki melléjük áll, azt támogatják, aki nem. És rá kell jönnem, én most hetek óta ezen gondolkodok és jegyzetelgetek. Vannak, akik erre felhívták a figyelmet, és úgy látom, hogy bizony itt kialakult egy kultúrpolitika, ahogy a hagyományosan működő magyar kapitalista rendszer lebontására is, ez a fajta keleti nyitásnak minden eleme ki lett dolgozva, úgy a kultúrpolitikának is ki lett, méghozzá főleg a Békés Márton az, aki ezt végrehajtja, a terrorráza tudományos igazgatója, talán ez a neve szakmai tudományos igazgatója, aki most már három könyvben fejtik ki a nézeteit. Ezek a könyvek, ezek háborús retorikával érnek. Majdnem mindegyikben ott van, már a címben is ott van, kulturális hadviselés és hasonló címeken adja ki, amiből, ha szépen ezt alaposan belemegyünk és nem legyintünk rá, végig gondoljuk, látszik, hogy hol építi fel egy koherens rendszerben ezt a kulturális váltást. Mondhatok erről néhány szót, mert ez nagyon izgalmas. Ennek három olyan eleme van, ami itt fontos lehet. Egyik a konzervatív hagyományokhoz való csatlakozás. Tehát nem csak Nagy Ferő van itt, meg Mága Zoltán, hanem például a kultúrába, irodalomba a tanterve való behozása ezeknek a figuráknak, itt gondolok Herceg Ferencre, Vas Albertre, Tormai Cecilre, tehát mindazok, akik egyfajta konzervatív hagyományt folytattak Magyarországon, ezeknek a beemelése a mai kultúrába. Ha annak idején, és mindig elkezdem ezt, amikor Herceg Ferencnek bemutatják az Ocskai Brigadérusát, és egy ünnepelt, fantasztikus szerző, és Szép Ernőt mellé állították volna, és azt mondták volna, hogy Ernő,
50 év múlva, 100 év múlva te jelentősebb író leszel, mint a Herczeg Ferenc maga, szépernőségen hitte volna el, de láttuk azt a 90-es években sorba jelentek meg a zseniális szépernő könyvek, és kiolvasott Herczeg Ferencet. De hát nyilvánvaló kiderült, hogy a kultúra értékrendjében sokkal jelentősebb ez a világ. És most ezek előhozzák Herczeg Ferencet, most se fogja senki olvasni, de valahol azt a Herczeg Ferencet, ugye, amikor azt mondják, hogy a nyugat az egy levéltető a magyar kultúra pálmáján, az egész nyugat. És mi az elmúlt évtizedekben bizony ezt a nyugatot tekintettük a magyar irodalomnak a csúcsainak, és ehelyett most levéltetők lesznek ezek, és helyette jönnek a Vasalbertek és a Herczeg Ferencek, tehát egy konzervatív hagyományozva jó ragaskodás. A másik ez a permanens harci állapotba levés. Mindent katonai kifejezésekkel fogalmaznak meg, és valahol ez az állandó rendkívüli állapot. Tehát rendkívüli állapotban élünk most már ugye a jogszabályok szerint is már jó néhány éve, és a kultúrában is ezek a rendkívüli állapotok állandóan harcolni, kirúgni, megváltoztatni, ilyen folyamatos lázban égnek a purifikációban. És a harmadik pedig, nem tudom, hogy mennyire ismert, de nagyon fontosnak gondolom, ez a gramscianizmus. Antonio Gramsci-nak az elmélete, ami egy nagyon különös, és itt idézni fogok, direkt kiírtam magamnak valamit, hegemónia elmélettel. Orbán azt mondja a Transit Fesztiválon 2023-ban, a kulturális környezet tett kontextust változtass meg, amiben a hatalom gyakorlása történik. És ha ezt meg tudod változtatni, hát te tudod megmondani, hogy mi a jó, mi a rossz, mi a helyes, mi a szép, mi a nem szép, mi a csúnya, mi a célszerű, mi nem célszerű. Ha nálad van az a képesség, hogy ezt megmondod, akkor előbb-utóbb át fogod venni majd az intézményes hatalmat is. Ez Gramsci, mondja Orbán. Na most, és nagyon fontos lesz a Gramsci tanulmányozása ezek után. Ugye Gramsci egy olasz baloldali kommunista gondolkodó, aki főleg a börtönbe írja meg, Mussolini zárja börtönbe, Mussolini börtöneibe írja meg a Börtön fizetek címé, jelenik ez meg később, ahol azt mondja, hogy az értelmiség általában egy társadalomban egy úgynevezett organikus, hagyományos értelmiség, aki szolgálja az uralkodó rendet, a fennálló hatalmat, de ha megváltoztatjuk a hatalmat, pillanatok alatt államosítunk, mondja Gramsci, pillanatok alatt átveszünk a politikai hatalmat, ez az értelmiségi szemlélet még ott lesz a szövetekben mindenütt, tehát ezt kéne valamilyen módon megváltoztatni, ami egy nagyon nehéz folyamat, ezt úgy lehet elérni, hogy mindenféle civil szervezeteket, mozgalmakat hozunk létre, ahol akár munkásokból, a mi embereinkből, a mi híveinkből építünk fel egy új értelmiséget. Na most Orbán egyébként erre akkor rájön már, amikor a szakdolgozatát írja a jogi karon, egyébként a lengyel helyzetből, a szolidaritásból és hasonlókból írja, de itt már nagyon sokat hivatkozik Gramscira, arra, hogy hogyan lehet ezt a volt szocialista értelmiségi rendet leváltani egy újjal, milyen fontos kérdés ez, és erre nem is gondoltam magam se, úgy láttam, hogy nem érdekli a kultúra, de bizony érdekli a kultúra. Pontosan tudja, hogy a kultúra megragadása nélkül nem lehet egy teljes hatalmat gyakorolni. Tehát lehet gazdasági, pénzügyi, politikai hatalmat, intézményesült hatalmat, de neki az is fontos, hogy ez a fajta értelmiség, az organikus értelmiség már az ő embereiből épüljön föl. És ez nem így van, mert inkább ballib értelmiségiek vannak különböző. Lehet, hogy épp befogják a szájukat, de azért érzelmileg nagyon nehéz egy pillanat alatt leváltani az értelmiséget. Ezt ki kell nevelni. Na most ehhez aztán, ahogy, és nagyon érdekes, mert Gramsci, ugye ez a börtönbe ült kommunista, aki fiatalon meghal, később Argentinába előveszik egy ilyen hatalomváltásnál, van egy argentin államot a gramsciizmusnak, Indiába. Amikor a hivatalnokok, értelmiségiek a gyarmatosítás megszűnése után, vagy az angolok kivonulása után rájönnek, hogy nincs olyan értelmiségünk, aki nem egy angol módon dolgozna, gondolkodna, és gramscianizmus indul, lesz egy indiai gramscianizmus kialakítani az új értelmiséget, illetve ennek számomra legfurcsább, hogy Sarkozy is hivatkozik Gramscira. Sarkozy. Tehát van egy jobboldali
kramsciaizmust. Először azzal támadták, hogy egy kommunistát vesz elő, nem, a módszerét veszi elő, ezt a módszert, hogy építsük ki az új értelmiséget. Na most, és megint csak én magam is most jövök erre rá, hogy amit Orbán mond, ezt már elkezdik, és erre hadd mondjak példákat. Intézményeket, alapítványokat, különböző szervezeteket hoznak létre, ahol ezt az új értelmiséget kinevelik. Mondok ilyeneket. Az MCC, a Matthias Corvinus Kollégium. A Corvinus Kommentár Alapítvány. A Corvinus Egyetem Társadalmi Elméleti Kollégium, a TEK, a 21. század intézet, a Közép- és Kelet-Európai Történelmi és Társadalmi Kutatási Alapítvány, a Petőfi Irodalmi Ügynökség, a Scruton Hall kávéházak rendszere, az előretolt helyőrség, ami a Kárpát-medencei tehetséggondozó, ahol fiatal írókkal, maga a Térei Ösztöndi is ilyen. Tehát létrehoznak olyan, és ezek nagyon különbözőek. A Scruton kávéházak, ahol egy angol konzervatív filozófusról nevezik el, és itt különböző könyvbemutatókat, rendezvényeket tartanak, ahol ez az újfajta számukra támogatott szellemiség jelenik meg. De ezekben mindegyikben, amiket felsoroltam, ott van egy új értelmiség felépítése, kialakítása, amivel viszonylag jól haladnak, egyre szélesebb rétege a fiatal értelmiségieknek, akik ebben bekapcsolódik, és akik próbálják elsajátítani ezt a gondolkodásmódot. De! Ja, nem, nyugodtan nem. De, bocsánat, és itt ez nagyon érdekes, hogy meg lehet ezt csinálni. Na igen, ez lett volna. Ez lett volna a kérdés, igen, ahhoz bizonyos igény is kell, meg hát a kultúra értékei mögött van valamiféle produktum, és ez a kérdés, hogy... Így van, és ebbe téved a békés. Tehát a békés azt harcnak veszi ezt, úgy veszi, hogy vannak a katonák, akik elfoglalnak bizonyos létesítményeket, lövészárkokat, mennek tovább, és megnyerik a csatát. Csak hogy az itt a gond, hogy az értelmiség egy részét készhez lehet szoktatni, meg lehet konszolidálni, meg ezek egy része pénzért, bizonyos beosztásokért, simogatásért beáll, de hát az értelmiség létnek a lényege, főleg ha egy művész értelmiségről beszélünk. Az a lényege, hogy a szabadságot akarja, hogy önmagát akarja megvalósítani, és egyrészt úgy járnak ezzel ebben a író, az ő íróakadémiájukban, a tehetséggondozó iskolákban egy ismerősöm tanított, aki azt mondta, hogy nagyon meglepve látta, hogy ezek a fiatalok, akik odajöttek, megjelennek a tüntetéseken is. Hiszen azt mondják, hogy eddig fiatal, támogatnak, ingyen tanulhatok, hadd kapjam meg a tudást, megkapom a tudást, de azt látom, rájön arra, hogyha ő tényleg szabadságvágyó, itt valami nem stimmel. És úgy járnak vele, hogy jártak a kommunisták a népi kollégiumokkal. Behozták a tehetséges fiatalokat, nevelték őket, és azt vették észre, hogy 56-ban egy részük kiment az utcára, és ellenük fordult, hiszen ha értelmiség, akkor számára a szabadság, a saját értékek megfogalmazása a fontos, és valószínű, így járnak ezekkel a gyerekekkel is, akiket most képeznek, rá fognak jönni, hogy mi egy művésznek a feladata. Egyrészt, másrészt pedig ott lesznek mindig azok, akik nem állnak be, akik nem mondanak le a kritikáról, akik nem akarnak alkalmazkodni, és Békés megint úgy gondolja, hogy ezt le lehet légmentesen zárni ezt a tartályt. De ez mindig van szivárgás, és ezek a szivárgások, akik kicsit másképpen gondolkodnak, akik nem állnak be, az a barátom, aki megkapta a Térei Ösztöndíjat, és utána 2 hét múlva lemondott, mert látta, hogy valamit várnak ezért, és nem. Tehát, és ez pillanatok alatt elterjedt az íróvilágban. Tehát ezek a szivárgások, ezek nem tudni, hogy mikor robbannak, mikor kapnak nagyobb lángra, tehát nem lehet. Nem, ezt képtelenség megoldani. Egyrészt az általuk tanítottak is egy részük ellene fog fordulni, ha tényleg jó művész, hanem akkor lehet, hogy beáll, hogyha egy segnyaló, hogyha a pénzért. A jók azok tényleg ellenük fognak, ha ezt csinálják tovább. Akik nem álltak be, azok pedig tudják szítani, tudnak példákat mutatni, amik nekik nagyon megfelelnek meg, nagyon nem felelnek meg. És hogy arra gondolunk, hogy Sztálin hogy akarta megoldani ezt. És megvoltak a saját író barátai, és az nem barátai, hanem akiket ő tekintett írónak. És majd kit olvasunk? Bulgakovot olvasunk. Bulgakovot olvasunk, nem azt, akit ő. Tehát egyszerűen nem, ezt nem lehet leszigetni. Ugyanakkor azért egy olyan rendszer kialakítható, nem arra láttunk már példát a szocializmus éveiben, amikor a
Igaz ugyan, hogy egyes írók, és aztán sok művükben is megnyilvánultak így, de hát azért végül is komoly veszélyt a társadalomra nem jelentettek, attól fogva, hogy minden anyagi eszköz, minden megjelenési lehetőség az állam kezében volt, és hiába volt valaki ellenérzésekkel, vagy akár ellenzéki gondolkodású, végső soron majdnem mindenki beállt a sorba. Tehát ez egy jól szabályozott rendszerként működhetett. Igen, de ugye ez a tűr támogatott, tiltott acéli rendszernél, és most csak a kultúráról beszélek, nem a személy szabadságról, rosszabb helyzetben vagyunk ma. Uh-huh. Tehát én persze mondhatok, amit akarok, és nem visznek el. Nem, ami nekem nagy öröm, tehát, és ezért köszönhetem a hatalomnak, hogy nem zárnak be, nem hallgattatnak el. Viszont ma már ez a támogatottság az nagyon-nagyon elveszett, ugye a tiltott tűr támogatottból, amíg ragyogó művek, amelyek a Kádár korszak, mint a már 80-as évekről beszélek, amik nyilvánvalóan bírálják a Kádár korszakot, azok is megjelenhetnek, azt is nem megjelenhet, támogatják. Tehát egy Kaposvári Színházban megjelenhetett a Máté Gábor azzal az utca kővel, és 56-os képek jelentek meg. Tehát ma viszont a Nemzeti Kulturális Alapba például bement a kiadómból, ilyenkor 10 könyvet szoktak bevinni, és kap 10 milliót a megjelenéshez a kiadó. Most volt az első alkalom pár éve, hogy 3 szerzőre, a Kácsó Zsoltra, a Németh Gáborra meg én rám, azt mondták, hogy ez Orbán ellenes. Ez volt a meghatározás, hogy Orbán ellenes, nem adunk rá támogatást. Tehát itt nem tiltásról van szó, hanem kiszárításról van szó. Úgy szárítják ki, hogy a Magyar Rádióban nekem korábban könyveimből olvastak föl, ebbe a Déli Sávba ment, mit tudom, 1 hét vagy 10 napon keresztül bizonyos regényből részletek. Most el se hangzik, hogy könyvünk, és jó, a hasonlóan gondolkodó barátaimmal, hogy könyvünk jelenik, meg teljesen ki vagyunk. Kultúrházakban nem mennek bennünket fogadni, vidéki színházak, akik állami színházak, nagyon óvatosan bánnak velünk, nincsenek meg ezek a megrendelések. Tehát lehetne sorolni, hogy hogyan szárítják ki ezt a mai magyar művészetet, és hogyan adnak korlátlan mennyiségű pénzeket a sajátjaiknak, és ha szerencse, akkor épp egy olyan sajátjuk van, aki valóban igaz értékeket képvisel, hát, de általában nincs az előzőek miatt, mert a művészet az eleve lázad, az eleve megkérdelőzi a fent állót, eleve ellenzéke, úgy tetszik minden művészet, mondjuk talán kivéve a zene, vagy vannak olyan ágak, a tánc, amit jobban is támogatnak, de az irodalom, a színház, hát az bírálja a fennállót, mindig is bírálta, és így egyre kisebb az a merítés, amikből ők válogathatnak maguknak, és egyre nagyobb ez a réteg, aki támad ellenük. Tehát úgy gondolom, hogy ez a kiszárítás, ez azt fog eredményezni, hogy nem lesz érvényes működő művészet. Mm-hmm. Van erre példa, hát Oroszországban sincs már, meg sok helyütt. De közben azt is látjuk, hogy egy drasztikus társadalmi átalakulás, vagy átalakítás is zajlik, ugye az értelmiség egy részének már az is problémát okoz jelenleg, hogy mondjuk egy könyvet meglegyen mondjuk a hó végén, vagy akár a hó elején is, és hogyha nem tudnak színházba járni, hangversenyre, koncertre, bárhová, nem tudnak könyvet vásárolni maguknak, azért az jelentősen átalakítja az értelmiség szerkezetét és a státuszát is megváltozhat, hogy ennek milyen hatása lehet, hogyha azok esnek el, vagy azok maradnak távol a kultúrától, akiknek valóban van rá igénye. Akinek van rá igazából igénye, azért az megszerzi. Tehát az igazi igény, az kielégíthető könyvtárakban, e-könyv megvásárlásával, ami azért jóval olcsóbb. Ha valakinek van egy e-könyve, akkor azt a szöveget már tudja. Tehát igazából én úgy gondolom, hogy persze nagyobb tömegeknél ez jelentős, de jelentős hatása lehet, amit ön mondott. De azért aki igazán igényli ezeket a javakat, az hozzá tud jutni, még a színházba is ezek aznap reggel féláron vásárolható megoldások, sőt, tehát a színházak nagy részében az igaz izgalom ma már a alternatív színházaknál van, tehát nem is a kőszínházakban, ahol szinte úgy gondolja, ingyen is bemehet. Most nem azt mondom, hogy ez rendben van így,
Csak azt mondom, hogy ha erre komoly igény van, akkor ez megszerezhető, illetve az internet révén nagyon sok minden elérhető. Nagyon sok szöveg gyakorlatilag ingyen elérhető. Inkább ez egy külön kérdés, hogy ez az egész úgynevezett Gutenberg galaxis, ez az írott könyv, ez mennyire lesz jellemző, olvasnak-e még 50 vagy 100 év múlva az emberek könyvet. Én úgy gondolom, hogy olvasnak, de valami olyasmi lesz, mint a középkorban, hogy volt egy szűk réteg a szerzetesek, akik tudtak olvasni és olvastak. Tehát ilyen szempontból a kultúra egy elég, ez a fajta kultúra egy elég szűk mesdjére kerül majd, de ez valószínű, hogy ez nem csak nálunk, ez nem csak emiatt a hatalom miatt van, hanem általános jellemző, ez mit tudom, Németországban is valószínű, hogy jóval kevesebb papírlapú könyvet olvasnak, és áttevődik más irányokba. Mondjuk a filmnél nagyon nagy probléma, mert filmet valóban nem lehet csinálni, anélkül, hogy ne legyen valami pénz, és itt a sok tehetséges filmkészítő nem kap lehetőséget. Ez nagyon nagy. És mondjuk a státusz, tehát az értelmiség, mert azért az anyagi helyzettel együtt jár, akár milyen, tehát mondjuk ne legyünk naívak, az mégiscsak együtt jár egyfajta társadalmi státusz. És ugye most azt látjuk, és ez nem akarok semmilyen osztályok közötti feszültséget szítani ezzel, de miközben azt látjuk, hogy a mesteremberek, ugye kijött nemrég egy statisztika, millió körül vagy a fölött keresnek, addig mondjuk egy tanár, bár ugye most hallottuk a pedagógusok béremelését, de hát azt azért majd várjuk ki a végét, de hát tehát, hogy közel sem éri utol azt, vagy éri el azt a pénzt, hogy ez a szerkezetváltás mit eredményezhet? Hát ez tény, ez így van, hogy ez a státusz, ez nagyon megkopott. És ebben én szempontból haragszom is az értelmiségre, a nagyobb tömegekre, hogy ők részt vesznek ebben az erodálásban. Részt vesznek azok a tanárok, akiknek 3-4-5%-a áll ki a saját érdekére, a többiek pedig várnak és kusolnak. Azok az orvosok, akik nem kiabálnak azért, hogy milyen állapotok vannak a kórházaikban. Tehát az értelmiségnek mindig úgy gondoltam, volt egy az értelmiség felelőssége, ugye szokták emlegetni. Az értelmiség kötelessége, felelőssége, az, hogy ő jobban rálát azokra a folyamatokra, amire rá kell látni. Ilyen szempontból nekem nincs túl nagy véleményem a magyar értelmiségről, hogy hagyták, hogy ez történjen. Hogy hagyták. Hogy nem mentek szembe vele, hogy nem úgy, ahogy a román tanárok kimentek, és 3 nap alatt megoldották, most sor alatt nem, hogy... Tehát valahol ez az értelmiség tehet arról, ami velünk történt, a jogász értelmiség, és most elővehetnék jó néhány értelmiségi ágat. Tehát úgy gondolom, hogy ez a presztízs csökkenésük, ez részben az őkük is, hogy hagyták, hogy ez megtörténjen velük. Egy interjúban az megragadta a figyelmet, azt úgy fogalmazott, hogy a politika díszletei mögött zajló eseményekre, vagy események kapcsán azt mondta, hogy képzelje el az olvasó a legrosszabbat, és szorozza meg kettővel, és ez történik, hogy valóban ennyire, hát úgy fogalmazunk úgy, hogy mocskos folyamatok zajlanak, és az elképzelhetőnél mindig sokkal rosszabb, még ami valójában történik. Én azt mondom, hogy most nyilván nem vagyok benne ezekben a folyamatokban, de annak idején, mikor benn voltam, ráláttam, és később hallottam egy hírt, akkor mindig mosolyogtam, hogy fogalmuk sincs, hogy mik az igazi mozgatók a hír mögött. Egy darabig ezt láttam. És úgy gondolom, hogy ma, amikor durvábban mennek ezek, amikor megjelennek ma egy cégnél, és azt mondják, hogy add el nekem ennyiért, ha nem adod el, akkor hamarosan kapsz egy ilyen vizsgálatot, és ennyit se fog érni a céged, megszüntetjük a beszállítóidat. Tehát ilyen szinten mennek a tönkretételek és az erőszakos vásárlások, hogy történhetnek ezek a megbízások, amikor kiküldik, hogy hogyan egyeztettek meg, hogy melyik cég kell nekem ki. Én láttam olyanokat annak idején, olyan tárgyalásokon, mint privatizációs tanácsadó, megjelentek különböző pártok képviselői, és azt mondták, hogy hagyjuk, hogy milyen pártok kell. Itt a pénzről van szó, nézzük meg, osszuk szét, hogy neked mennyi. Tehát, és utána megjelent valami hír arról, hogy az X céget így vették meg, és itt hol vannak a népgazdaság és az érdekek. És tudtam, hogy emögött egészen másfajta érdekek voltak. Tehát én sok ilyet láttam annak idején, és most az eredmény, amit látok, a sokkal durvább, tehát biztos vagyok benne, hogy itt nagyon különös, nagyon durva, nagyon gusztustalan egyezkedések folynak a háttérbe, fenyegetésekkel, zsarolásokkal, és így tovább. Tehát igen, én úgy gondolom, hogy néha talán jobb, ha nem is, hogy beleborzong az ember, hogy
Képzeljük el, amikor itt a Bige gyárának megszerzéséről, tönkretételéről van szó. Hogy történt egy tárgyalás? Fiúk, akkor menjetek és mondjátok neki ezt. Most akkor szóljatok a felügyeleti hatóságnak, hogy 32-en vonuljak ki, és ne... Tehát amikor ezeket megbeszélik és elmondják, és ahogy egymás között kommunikálhatják, és az, aki ezt nem akarja végrehajtani, az a hivatalnok, azt hogy alázzák meg, és a főnökeik, akik lesznek, ugye ma már nem a szakmai tudás elsősorban az, ami valakit vezetővé tesz, hanem a politikai megbízhatóság, a hűség. És ezek a nagyon rossz karakterű figurák vezetőként hogyan bánhatnak és beszélhetnek az ő beosztottjaikkal, hogyan mennek el szakemberek ezekből a cégekből, mert nem akarják végrehajtani, mert szakmai lelkismeretükkel nem egyezik. Tehát itt annyi, most csak példákat mondtam, hát őkkel milyen mocskok lehetnek ebben, mi történhet. És nagyon kevesen mernek erről nyilván beszélni, hiszen kicsi ez az ország, főleg vidéken, ahol nincs olyan nagy lehetőség továbbállni, illetve hát egy van, hogy külföldre menni, de az megint a fiatalok luxusa, a nyelvet beszélők luxusa, és nem egy átlag középkorú értelmiségi, mondjuk egy üzemmérnök, aki nem beszél új nyelvet, aki tudja a szakmáját, tudja, hogy azon a természetvédelmi területen mit lehet és mit nem, mit kéne és mit nem, és jönnek, hogy most kiírtjuk és mit tehet. Hát hallgat és rossz kedve van. Írt olyat is 5-6 évvel ezelőtt, hogy Orbán Viktor elvesztette a kontrollt a rendszer felett. Mondom, itt azt gondoltam, hogy itt a beszélgetés vége felé, hát ha valami biztatott. Ez valószínű, hogy ez egy ilyen wishful thinking volt. Tehát akkor úgy gondoltam, hogy ezt már nem lehet rosszabb, de lehet. És most már ott tartok, hogy akár évtizedekig is elműködik. Egy kerékfogán még egy tengelyét újítni kell, tehát sajnos nem látok semmi olyat, mert ez a magyar társadalom, ez belefásult, ez az értelmiség nem lép fel, rábólint mindenre, és nehezen tudok olyat elképzelni, amit a hatalom megtenne, és a saját híveik nem mondanák, hogy ez így van, jó, ez rendben van. És azok, akiknek ez nem tetszik, azok már inkább hallgatnak, és azt mondják, szétterek a kezüket, hogy nem lehet mit tenni. Én a magam részéről egy stratégiát látok magamnak, hogy nem hagyom, hogy elrontsák a kedvemet. Vannak barátaim, akikkel összejárunk, akikkel jó érezzük magunkat. Próbálom kimondani, amit gondolok, mert egy mentális problémát okozhat, ha az ember csak magába fortyog, és nagyon sajnálom azokat, akik ezt végrehajtják, és undorodnak tőle, de nem merik kimondani. Úgy gondolom, hogy sokkal jobb nekem, aki ezt elmondom, kimondom. Van egy latin mondás, az a dixiet salvavi animam meam, szóltam és megmentettem a lelkemet. Ha nem lesz túl nagy eredményed akkor, és az én mentális egészségem szempontjából, én elmondtam, így gondolom, nem marad bennem, nem reked bennem semmi, és próbálom élvezni az, ami megmaradt, mert sok minden megmaradt a természetből, a főzésekből, a jó ételekből, a barátokból, a kirándulásokból, tehát sok-sok minden szép van, amit meg lehet élni, és egyelőre még hagyják, tehát nem kell félnem attól, hogy jön a fekete autó, és elvisz, és amíg ez így működik, addig próbálom jól érezni magam ebben a világban is. Nagyon szépen köszönjük, hát akkor mégiscsak optimista lesz. De nem az Orbán bukása kapcsán, mert ott. És akkor most, ugye ez egy nemzet, de már vége van, tehát ez már csak, ugye? Tehát most már le van. Nem, még nem zárt, mert van egy ilyen végszó. Ja, bocs, akkor... Nem, semmi, azt majd, hogy, de egyébként még akkor egy kérdés még föltennék, mert hogy hát, ha majd úgy össze tudjuk vágni, csak mert hogy visszatérve egy kicsit az említett királydrámára, hogy készül arra, ugye a Tiborcz István és a Mészáros gyerekek közötti várható összecsapás, ilyen nem, királydrámára? Nem készülök. Készülök egy drámára, de megint csak az elesettek szerencsétlen figuráknak a küzdelméről
készül ez a darab most. Nem ezt úgy, inkább viccesen mondtam, nem igen tudunk arról semmit, hogy ott mi történhet. De persze ettől még nyilvánvaló, hogy Shakespeare se tudta, hogy a királyi fejébe mi erdő elképzelte, tehát ebből nyilván valamit lehet, de nem. Tehát ilyen úgyhogy üzenem hatalomnak, hogy nem. Nem írok itt. Köszönjük szépen, és önöknek köszönjük a figyelmet, és ahogy Szabolcs az elején elmondta, ha amennyiben tehetik, fizessenek elő a Magyar Hangra, iratkozzanak föl YouTube csatornánkra, és kövessenek bennünket a Facebookon, hogy továbbra is készíthessünk ilyen műsorokat. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Köszönjük, viszontlátásra.